Ha téged is érdekel a fény és látványtechnika, akkor látogass el erre a weboldalra. Megtalálsz mindent, ami kellhet ahhoz, hogy elérd a kívánt látványt. Spot, beam, bosch, par, és még sorolhatnám, mennyi típusú lámpa kapható itt. Vannak komplett szettek is. Ha esetleg lézert és hozzávaló füstgépet keresel, azt is megtalálod a kínálatban, de akár akus parlámpákat is tudsz venni. Az itt megvásárolt termékekre egy év garanciát ad az áruház, és van telefonos support is, ha esetleg elakadnál a beüzemelésben. A videót a fintechnikashop.hu támogatta. Na helló, srácok! Ez egy ilyen rögtönzött epizód lesz a PC percek sorozatból. Tegnap este pulcsival itt baszódtunk jó sokat ezzel a deszkával, és egy istenél nem bírtam bele AGP-s lapot hergelni. De hát már söröztünk is, meg minden, nem is foglalkoztam vele. Különösebben mondom, ma átnézem, hogy mi a stájsz ezzel a deszenkával. Ezt a jumpert, ezt visszarakjuk a helyére, mert ez nem itt volt, ezt már én tettem ide át próba képpen. És akkor ma forgatom ezt a lapot, nézem, hogy mégis mi lehet a nyűgje. Hát itt egyből szembe tűnt ez a dolog, hogy le van sarkalva a AGP port vége. Így talán jól látszódik. Na, nem, akkor majd így. Azért is megcsinálom. De ennek még nem kéne, hogy gondot okozzon, ellenben annak ott annál nagyobb szerepe van a AGP-s tápellátásban, és akkor gyorsan mondom, behajítom ezt így a mikroszkóp alá, és megnézem, hogy mi a stájsz. Hát az a stájsz, hogy itt jócskán föl van ez a fólia szakadva, itt ugye látszódik, hogy ott a fólia, így, és ennek valahova, nem is tudom, hogy mutassam nektek, hogy ti jobban lássátok, ennek valahova oda kéne, hogy, hát ott látszik, hogy itt a vége a fóliának, de ez itt el van égve, vagy korrodálódva, vagy én nem is tudom, lehet, hogy egy záratos kártya kerülhetett bele, vagy nem tudom, mi a pöcs történt itt. De szeretném ezt a deszenkát megmenteni, mert ez nekem kimondottan tetszik, egy kis ezres cerka van benne, és akkor csinálnám belőle a PC percek következő részét. Hát kezdődjön is azzal, hogy ezt megjavítjuk, mert ezt én meg akarom javítani. Megpróbálom ezt nektek valahogy megmutatni, hogy ezt hogy akarom helyrehozni. Először is az van, hogy ezt a kis maradék poklát innen eltávolítjuk. Valahogy így. És akkor majd megpróbálunk ehhez forrasztani. Ugye itt marad egy kis forpont. Így. Szerencsére elég vastag a vezetősáv, úgyhogy marad itt hely. Jó lenne, hogyha lenne egy üvegecsetem, hogy le tudnám kaparni erről a lakkot. Pontosan elfogyott belőle a cucc, pedig vettem hozzá a végébe való történetet, csak valóban elhánytam, úgyhogy ez most üvegecset hiány így fog létrejönni. Gyerekek! Szeretem az ilyen kihívásokat, mert szeretem. Ide kap egy kis flaxot. Így, és akkor megpróbálunk oda tenni egy kis pontot, ahova majd tudok forrasztani.
nem túl nagy szabadságom van itt, hogy őszinte legyek. Javóhoz már tudok forrasztani, és akkor nézzük a másik oldalát. Jaj, gyerekek, eszméletlenül meg vagyok fázva. Úgyhogy elnézést kérek az orrhangom miatt is, meg amiatt is, hogyha esetleg szipogok, mint egy hülye gyerek. Hát ezt elég nehéz így szemléltetni, de hogy itt a másik oldal, itt is maradt egyébként egész jó hosszú üres vezetősáv. Ezt így én ott meg is hagyom. Bár egyébként ott az SMD lábára is tudnék forrasztani. Na mindjárt megnézzük, hogy ide tudok-e taknyolni erre a részre. Ez itt viszonylag éppen maradt, nincsen amúgy elégve. Úgyhogy lehet, hogy nem is kell itt a fóliával baszódjak. Hát biztos, hogy fog kapni egy kicsit a hőből az RGB slot is. Igen. Ezt megpróbálnám rövid ideig melengetni. Ja, ott a végén már meg is van a forpont. Ha jól látom. Igen. Na! Úgy, ott az egyik vége, és ott a másik vége. Hát, ja, nem a legjobb a minőség, de mindjárt keresek egy vékony vezetősávot, nem is tudom miből bontsak ki, és akkor azt oda be is kötöm, és elvileg ez így jó lesz. Ugye másikat nem látok elégve, de ez elég brutálisan kapott a jóból. Nem tudom, mi történhetett ott, valaki rárecskázott, vagy a picsa se tudja, meg hogy szegény RGB slotnak a végével mi lett. Biztos volt benne ez a kis akasztó, azt nem figyelték. De egyébként nagyon gyönyörű ez alap, van benne egy ISA-szlot is, kapunk itt rögvest 5 darab PCI Express portot, vagy PCI Express portot, sima PCI portot, egy RGB-t, ez meg tököm tudja mi lehet, valószínű valami alaplap specifikus cucc lehet, bár van itt valami kis leírás. Hát a picsa tudja, onboard kód, USB-D, AML slot. Nem tudom, mi lehet ez. Valaki mondja meg, hogy milyen slot. Ez valami USB-s kiegészítő. Biztos vagytok, akik jobban értetek hozzá, mint én, úgyhogy meg tudjátok mondani, hogy az micsoda. Mert én nem tudom. Hát nem ez lesz életem fő munkája, de ott megvan. Így jövünk végig. És akkor itt van a másik forpont. Hát most tiszta flux az egész, ez azért ilyen okádékul néz ki. De egyébként a kontakt megvan. Csak hogy mutassam meg, itt egy iszonyatosan picike kis fólia réteg maradt, és ez így mozog, úgyhogy ezzel nagyon óvatosan kell bánni. Most kéne az a zöld lötyi, amivel UV hatására le tudnám ragasztani, csak még nem jött meg a nagy Chinese-ból, de hát majd idővel lesz olyanom is. Na minden esetre most bedobjuk a gépbe és kipróbáljuk, hogy mi a helyzet. Hát ja, nem szép, de legalább csúnya, mint a dög. Hát sajnos továbbra sincs kép. Úgyhogy valószínű ez kapott a pofájára. Elképzelhető, hogy valami rohadt nagy túláram ment ott keresztül, és azért égett el az a vezetősáv. És valami vezérlést is kinyírhatott ez a dolog, de mindjárt szétnézek még ezen a deszenkán, hogy esetleg van-e ott valami biztosíték, vagy ilyesmi, és akkor azt is megkeressük, mert most már hát raktam bele pár kártyát, már mindenfélét is raktam bele, és nincs kép, úgyhogy biztos, hogy nem a kártyákkal van a gond. Kipróbáltam egy PCI-ossal, itt egy ilyen S3-as kártyát, ezzel működik, szóval nagyobb kárt nem csináltunk, mint ami volt. De van egy olyan gyanúm, hogy egyébként ezek a kártyák, most már kap tápot. Most már van táp, mert eddig nem is melegedtek a kártyák. Most már legalább
Melegszik a kártya, úgyhogy egy fokkal közelebb vagyunk ahhoz, hogy esetleg működjön is, bár őszintén megmondom, nekem itt már most megállt a tudomány, szóval én ennyire nem értek azért hozzá. Azért bóklászok még egy kicsit ezen a deszenkán, hát ha találok valamit. Na, raktam bele egy régebbi kártyát, ugye itt még csak négyszeres az AGP, és lehet, hogy nem boldogult el a nyolcszorossal, vagy nem tudom. Raktam bele egy régebbi kártyát, és akkor ezzel most már van képünk is. Úgyhogy akkor a műtét az úgymond sikeres lett. Hát szerencsére az ott egy ilyen viszonylag védettebb helyen van, ott nem nagyon nyúlkál az ember, úgyhogy nem lesz könnyű leszakítani, de ha megjön az a zöld UV reagens kütyüm, akkor azt majd lekezelem vele, mert ja, az így nem jó, viszont ez a lap, ez kimondottan tetszik. Egyébként átnéztem, nincsenek rajta pupos kondik, egy egész jó kondícióban lévő kis deszka. Hát talán majd ő lesz egyszer, de igazából ő sem. Elemet kell rajta cserélni, és utána tökéletes lesz. Jó, hát nincs, lehúztam a vinyókat, úgyhogy nincs benne semmi, de mindjárt azt még megnézzük, hogy ezzel ha föláll, akkor mit mutat. Meg is néztem, hogy működik minden, látja rendesen a kártya adatait. Azért mindjárt ráindítok egy játékot is kíváncsiságból, hogy azzal is működik-e tökéletesen. Ugye akkor jön ki igazándiból, amikor el kéne kezdeni a 3D-ben dolgozni. Hát erre az 1 GHz-esre szerintem nyugodtan feldobhatok egy Quake 3-at, úgyis imádom azt a játékot, és akkor azt még megmutatom nektek, kipróbáljuk, hogy hogy megy rajta Quake 3. Hát szívem szerint a Quake 3-at ezzel a kártyával csinálnám. Ha minden úgy van, ahogy gondolom, ez egy Voodoo 3-as. És nagy valószínűséggel ennek a Voodoo 3-asnak a GPU-ja ki van olvadva. Szerencsére van hozzá stencilem, úgyhogy akár egy próbát meg is tehetek majd vele, hogyha gyakorlottabb leszek, hogy ezt helyrehozzam. Meg van itt még egy kártya, amire nem jöttem rá, hogy milyen kártya. Ezt is tőletek kaptam, név szerint talán, hát vagy ezt kaptam Kis Petitől, vagy mind a kettőt, már nem emlékszem rá. És ennek a zacsiára rá volt írva, hogy Voodoo 3. Na most az a helyzet, az a fucking nagy helyzet, hogy vagy ez nem Voodoo 3, vagy ez nem Voodoo 3, mert van Voodoo 3-asom, de egyik sem így néz ki, viszont a 16 megabyte az stimmel, úgyhogy ha valaki felismeri ezeket a kártyákat, hogy melyik, vagy ez Banshee lenne, vagy az, a jó Isten se tudja már melyik, de 3D FX termék, de nem tudok egyszerűen rájönni, hogy milyen Károly ez. Írjátok már le, hogy milyen kártya ez. Valaki biztos jobban tudja, mint én. Ugye azért nem vagyok egy nagy zseni. Csak szeretek ezekkel így baszakodni. Product of Mexico, de elképzelésem nincs, hogy miféle kártyák ezek. De nem tudtam sajnos őt sem, és őt sem elindítani. Made in China. Picsa se tudja, milyen kártya lehet ez. Milyen memória csipek vannak rajta. Elite MT. Ugye? Jól olvasom. Elite MT. Na jó, dobok ide föl egy Quake 3-ot, és akkor leteszteljük ezt a kis 32 megabajtos videókártyát. Ennek egész jó kéne, hogy menjen rajta egyébként a Quake 3-nak, mert ennek egész jó kéne, hogy menjen. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de amikor bejön ez a ID Software logo, és van az a hang, hogy du-du-du-du, akkor mindig szinte hallom a hangját. Jaj, de szépen akadozik az egér. Na, mi a felbontásunk, trágya? Ja, igen. Próbáljuk meg ezt egy 800x600-ban, talán sikeresebb lesz a optimális FPS szám elérése. Pláne, hogyha ki tudnám rakni
teljes képernyőre. Na. Ja. Így már mindjárt más a leányzó fekvése. Nem ezt akartam. Multiplayer create. Akkor rámegyünk itt a kedvenc mapomra. Ezt lövünk kettő gyerekek. Hát azért az 1 GHz-től nem kell túl sokat várni. Így ide raklak benneteket, hogy valamennyire lássatok ti is. Egész tűrhető. Annyira nem. De akkoriban, mikor ez ment, akkor még nem a 60 fps volt a szabvány, hanem megelégettünk mondjuk 35-40-nel is, és az most is megvan. Főleg ilyen zártabb helyeken. Ákulva. Valaki segbe lőtt. Jó van, hátba, mint a buzik. Hátba lövést meg se adnám. Na várjatok. Csinálok egy kis sötétséget, hogy jobban lássátok a kijelzőt, hogy mégis mi a hányados. Mi a hány ingerkeltés hányadosa. Nem rossz amúgy, egész tűrhetően megy rajt. Jó, összvisz 100 MHz-es maga a videókártya is, ha jól láttam. Ezt megszoktam, úgyhogy tőle nem kell nagy csodát várni. Azért ezt egy glide-ba, egy voodoo-val megnézném. Ez anyát picsáját már. Hú, az itt volt FPS drop rendesen. Takarodj! Hú, de kikapok. Mondjuk csak így a szőnyegen egerezek, úgyhogy így nem olyan egyszerű a helyzet. De nem rossz egyébként, teljesen játszható. Ezzel az 1 GHz-es procival, meg van benne 700 meg a RAM. És hát ez a 32-es GeForce MX kártya. Le vagyok maradva, mint a borra való, bazd meg. Na, hú vagytok már? Hű. Nem bírok rendesen egerészni. Á! Szalad a kép. Á, gyerekek! Jó, el vagyok picsázva. Pedig általában mindig első szoktam lenni. Megverem a gépet, de így most nem igazán menő, hogy a szőnyegen egerészek. Anyád. Quad damage adta pedig. Dögölj meg a kurva anyád. Hú, össze-vissza forgolódok, bazdmeg, mint anyós a vőfaszán. Rá? Na jó, el is engedem ezt a dolgot. Mennyire melegedett meg ez a kártya. Egyáltalán nem vészes. Viszont amúgy érdekes, hogy a processzor, ha belenézünk, hogy érzékelő, 35 fokos, semmi extra. Ez egész jó hőfokon van.
Pedig szerintem még paszta sincsen alatta. Csak úgy pőrén oda van rakva a hűtőbodri. Azt ennyi. Na most én el fogok vergődni ezzel a két másik kártyával. Ezzel. Meg ezzel. Mert hogy kíváncsi vagyok, hogy ezeket hogy tudnám beüzemelni. Na most igazándiból erre a videóra, srácok, ennyit. Csak meg akartam nektek mutatni ezt a gyönyörű szép deszkát, nekem nagyon tetszik. Pláne, hogy megtalálható rajta három generációnyi port, ugye a ISA-slot, a PCI, meg az AGP, és ezért nekem igazán tetszik. Úgyhogy srácok, köszönöm, hogy megnéztétek a videót, jók legyetek srácok, szevasztok!